néma, hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba álljult Szerbiából. S te messze vagy. Hangot befonja álom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkörém felállván sok hűvös érintésű, büszke páfrány. A munkaidő 10 óra. Az élelem nagyon kevés. 1 kilós tégla alakú kenyeret kapnak 2 napra, és az ételadagok nagyon kicsik. A megkönnyebbülést a mindennapos távoli tompa dübörgés hozza meg. Menetrendszerű pontossággal jönnek az angol-amerikai bombázók, a liberátorok. Apró pontok csak a hegyek fölött, de ahogy áthúznak felettük, erős lesz a moraj. A liberátor kötelék mértani rendben rajonként húz észak felé. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt, hogy lődöztek barátom. Míg végül újrajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s már összesöprögetnek, de visszajöttem nézd. És holnap újra retteg, s pincébe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már, elég. Írtál-e tegnap óta? Többen az itteni rokonaikhoz, ismerőseikhez szöknek. A menet koldul, krumpit kapar ki, diót ver, kukoricát tör, cukorrépát húzgál ki a földből. Október 6. Cservenka. Szállás ismét a téglagyárban. Kemencékbe szállítókba húzódnak. Radnóti a téglaszállító pajtájában fekszik. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórók pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Szeptember 24-én értem Bórba. Ez egy 25 napos út volt, 850 kilométer, ebből 700-at gyalog tettem meg, és 150 kilométert pedig vonaton, hiszen ahogy hallottátok itt, ugye a Radnótékat is föltették Mohács és Szentkirály Szabadja között vagonokra. Ezt én is úgy döntöttem, hogy vonattal teszem meg, nem találtam értelmét annak, hogy legyalogoljam azt az utat, belük nem történt semmi azon az úton, Radnóti kultuszot nincs, úgyhogy megpróbáltam azon az úton menni, ahol ők is mentek. Különben nagyon pontosan megvan az útvonal, ezen a térképen talán látszik is. Én ezt követtem végig az erőltetett menet útját. Többen kérdezték tőlem már, hogy mi vitt engem erre az útra, hogy miért akartam én megcsinálni az erőltetett menet útját. Hát kérdezik szépen az erőltetett menet útját, azt szoktam mondani, mint egy jó étel elkészítéséhez. Hát vannak alapanyagok, meg ilyen hozzávalók, és azt szoktam mondani, hogy végy egy jó magyar tanár. Nekem volt egy kitűnő magyar tanárom általános iskolában, Bőri Szabolcsnak hívják, aki, hát amikor 8-os voltam, akkor a kezembe adta a Borino-teszt. Ezt hallottatok róla, ismeritek biztos. Ez a kis fekete füzet, ami szó szerint a sírból jött vissza, hiszen Radnóti Miklósnak a kabát zsebébe volt ez betéve. Ez 10 verset tartalmaz, ebben vannak azok a versek, amelyeket Radnóti Bórban, Lagerhajdanóban, illetve az úton, amikor mentek Abda felé, az úton írt. És amikor adta nekem ezt a tanár úr 25 évvel ezelőtt, akkor engem beszippantott ez az egész, és nem találok jobb szót. Megrendített, hogy láttam ezt a másolatot, láttam Radnótinak az írását, ugye rengeteg rész el van mosódva, olvashatatlan, és amikor a tanár úr elmondta, hogy készült, és hogyan írodott ebbe a földi pokolba a világirodalom legszebb versei, akkor ez egy nagyon megdöbbentett, és kiskoromban akkor elhatároztam, hogy 6. haszakad, én egyszer végig akarom járni ezt az utat. Ugye a Borinotesz verseit úgy keltezi Radnóti, hogy Lager Heidenau, Zsagubica felett a hegyekben. És kíváncsi voltam, hogy néz ki ez a Lager Heidenau. Mi az a Zsagubica felett a hegyekben? Vagy egyáltalán mi van most az úton, amin ők végigmentek? És hát mostanra, ugye amikor idén 110 éve született és 75 éve halt meg a Radnóti, mostanra
értem én is úgy meg, vagy jutott el az életem addig, hogy ezt az utat én bejárhassam.